Gyújtópont. A francia állampolgárok, hogyha most arról álmodoznak, hogy a földközi tenger partján töltik majd a nyaralásaikat, még ebben nem nagyon lehetnek biztosak. Egyrészt a párizsiak 100 kilométernél messzebbre nem hagyják el településeiket, de ha lenne is erre lehetőségük, a strandok, plázsok még elég korlátozottan, vagy sehogy nem állnak rendelkezésre. Bizony megcincálta a vírusjárvány Franciaországot, nem is akármennyire. Az egészségügyet gyakorlatilag majdnem azt lehet mondani, tédre is kényszerítette. De ez nyilván utólag sokféleképpen cseng le a francia választóknál is, és nem tett jót Macron népszerűségének sem. De ezt, ahogy talán a bevezetőben is korábban is mondtam, majdnem minden állam bizonyos mértékben méri, értékeli ezt az időszakot, hogy jöttek ki ebből, hogy nem jöttek ki ebből. Viszont a mai hír, hogy Macron elnök felajánlotta, illetve igazából felvillantotta annak a lehetőségét egy videokonferencia keretében, amit aztán gyorsan a Le Figaro le is hozott, hogy lemondana a jelenlegi pozíciójáról. Hogy ez taktika-e vagy nem, erről most már mennek az elemzések különböző média felületeken, de hogy mi is tudjuk értékelni és értelmezni ezt a helyzetet, abban Szűcs Anita, Franciaország szakértő van segítségünkre. Üdvözöljük Anita itt a Hit Rádióban. Jó napot kívánok! Nos, persze beszélhetnénk nyilván erről a kis bevezetőmről, hogy ez helyesen közelítettem meg, de szerintem azért aktuálisan egy európai vezető országnak egy ilyen mondata azért az ütős tud lenni. Hogy is kellene értelmeznünk Macron elnöknek a mostani nyilatkozatát? Hát mindenképpen kontextusban. De semmiképpen sem kiragadva úgy, ahogy történt a beszélgetésből. Hetek óta, sőt hónapok óta már a sárga mellényes mozgalom, majd utána a nyugdíjreform miatti megmozdulások óta vannak találgatások arról, hogy Macron elnök hogyan lép erre kormányátalakítással, előrehozott választásokkal esetleg, vagy milyen politikai stratégiát követ majd. És ennek egy részlete volt az, amit az Élysée palota egyébként tagad, hogy megtörtént ez a kijelentés. Amikor Macron azt taglalta, hogy valóban érdemes-e előrehozott választásokat tartani, vagy nem, neki saját magának milyen pozíciója van jelenleg a francia politikai életben, mint elnökjelöltnek. Édouard Philippe-el, a miniszterelnökkel milyen a viszonya, hogy áll egy kormány alakításhoz. Ezek a találgatások, ezek mint hetek óta mennek. A saját pártjának egy nagy része erőteljes nyomást gyakorol Macronra, hogy Édouard Philippet mondassa le és alakítsa át a kormányt. Jelen pillanatban erről nincs konkrét döntés. Mit eredményezhet egyébként egy ilyen klientúrának a frissítése, tehát amennyiben ez a lemondatás meg is történne, helyére nyilvánvalóan beemelne egy új vezetőt, az okozhat egyébként egy politikai frissülést a Macron adminisztrációnak? Hát hogy ne. Ugye Franciaországban az, hogy maga az elnök, aki ugye a félprezidenciális rendszerben a hatalmat, a valódi hatalmat gyakorolja, hosszú távú döntéseket meghozza, 1958 óta, az 5. köztársaság megalapítása óta De Gaulle gyakorlattá tette, hogyha népszerűtlen események történnek, akkor a kormányfőt mondatja le, új kormányfőt hoz és kvázi új lappal nyitja a saját politikai életét. És Macronnál is a találgatások inkább azért mennek, mert hogy elkezdünk készülni a 2022-es elnökválasztásokra, és az, hogy milyen taktikát követ az elnök, hogy milyen szavazókra fog majd építeni, az dőlhetne azzal, hogy megtartja-e Philippet, vagy nem tartja meg Philippet. És akkor az a feltételezés, vagy ahogy ön is mondta, hogy egy kontextusba való kiemelés, hogy ezzel a saját lemondásának a megvillantásával, mint egyfajta fikció vagy lehetőség, akkor az nem is látja ön a feltétlen igazoltnak, hogy emögött egy taktika van, hogy akkor gyakorlatilag versenytárs nélkül tud újraindulni egy előrehozott választással? Úgy képzelj el, hogy ez példátlan lenne. De nem, mintha Macron elnök nem csinált volna példátlan dolgokat, de az 5. köztársaság elnök történetében ilyen, hogy elnök lemondott, nem volt még. Tehát ez egy politikai taktikaként semmiképpen nem értelmezhető. Másrészt nagyon érdekes az, hogy hogyan szemlélik a franciák azt, hogy
hogy a saját politikai vezetésük hogyan kezelte a koronavírus miatti helyzetet. Édouard Philippe-nek a népszerűsége az erősödött Macronhoz képest. Macronnak az elején volt egy nagyon erős népszerűség növekedése, majd jött egy gyengülés. De abban nem oszlanak meg a franciák, tehát a franciáknak a közel kétharmada, ugye itt is attól függ, hogy milyen közvélemény kutatási adatokat nézünk, azt mondja, hogy mi mindig a fennálló lehetőségek közül, tehát a nagy elnök jelölt politikusok közül, vagy hát még nem csak egy elnök jelölt, de akikre így tekinthetünk, mi mindig Macronról tudják elkezdeni, a legjobban kezelte a helyzetet, tehát nem adnának nagyobb bizalmat Sarkozynek, vagy egy másik jelöltnek. Uh-huh. Úgyhogy igen, minden országban nyilván megrendül a bizalom a válságkezelés kapcsán, legalábbis a vége fele. Lehet, hogy ilyen nagy kiterjedésű politika szemszögében annyira nem izgalmas a kérdés, de számomra azért az is egy izgalmas helyzet volt, hogy rögtön a koronavírus intézkedéseinek a szükségességének az idejében regionális választások zajlanak Franciaországban, aminek az első fordulóját aztán megtartják, majd a második fordulóját, ha jól emlékszem, aztán őszre, októberre datálják. Nem, most lesz majd júniusban. Most megtartják júniusban. Ennek egyébként lehet-e esetleg ilyen barométer szerepe, előremutató szerepe? Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen mutat valamit arról, hogy Macronnak a népszerűsége milyen, vagy hogy állnak hozzá a franciák. Az első forduló az a papírforma szerinti eredményt hozta. Macronnak a pártja, hogy körülbelül a negyedik helyen végzett, hogyha ilyen összesített eredményeket nézünk. De azt eddig is tudni lehetett, hogy pont a nyugdíjreformok miatt, a munkaerőpiaci reform miatt, a sárga mellényes mozgalom miatt nagyon erős volt a népszerűség csökkenése egyrészt. Másrészt pedig a helyi választások azok, hát nyilván helyi önkormányzatokról szólnak, és a Macron pártja pedig nem egy hagyományos nagy párt, hanem ez például egy példát az 5. köztársaság történetében, egy mozgalomból lett az elnök választások előtt egy hónappal párt, tehát nincs feltöltve nagyon emberek, nagyon kiállítani embert, nagyon hamar nőtte ki egy nagyon mozgalom, már meg se közelíti a taglétszáma mondjuk a hagyományos nagy pártokért. Tehát más helyzetből indul az En Marche. Ez egyébként elméletileg még a nemzetközi politikára erre aztán lehetne is még több ilyen példát hozni, amikor nem egy ilyen klasszikus, régi iskola szerinti nagypárt, nagy rendszereket, nagy jelölteket tud fölállítani, hanem szinte ilyen közösségi logikával jönnek létre közszereplők és ebből aztán vezető politikusok. Tehát ez még talán akár azt gondolom, hogy még egy nemzetközi trendbe bele is illene. Nekem azért még izgalmas kérdés lehet az, hogy ha már júniusban választások is lesznek, akkor nyilván kellenek, vagy vannak olyan intézkedések, amik a vírus járvány következményeképpen előjöttek, ugye klasszikusan mondjuk ilyen az intézményrendszer, azon belül aztán nagyon markánsan az egészségügy kérdése. Várható egyébként, hogy ezen a területen valamilyen radikális, rendhagyóbb intézkedéseket fognak hozni a jelenlegi adminisztráció? Nagy intézkedést, átfogó reformot nem hiszem, hogy az egészségügynek a reformja az folyamatosan napirenden van, de igazából nem vizsgázott nagyon rosszul a francia egészségügyi rendszer. Ugye óriási kérdés volt az ágyszámokkal kapcsolatban, hogy elég lesz-e a meglévő betegeknek az ágyszám, és nagyon gyors szervezési intézkedéseket hoztak, tehát a betegeket akár TGV-vel szállították át az ország egyik részéből a másikba. Nagyon érdekes, hogy az északkeleti részeken volt a góc, tehát Párizs és Párizs fölött északkeleten volt iszonyatosan magas a megbetegedések száma, tehát ez a vörös zónákban, és az ország másik kétharmadában nem annyira. Úgyhogy inkább teríteni a betegeket, ez volt egy nagy feladat, illetve hát az európai szolidaritás keretében vitteg át francia betegeket Németországba is. Igen. Igen. Más területen egyébként történnek intézkedések, hogy hát azért nyilván
megint csak egy olyan korszakot zárt le, vagy jegelt be Franciaország életében a vírus elindulása, a vírus terjedése, ami akár a bevándorlás politika kapcsán folyamatosan vizsgálat alatt volt. Ebben volt-e esetleg valamilyen fajta új irányvonal, új gondolkodás Macron részéről? Hát a bevándorlás politikával így a járvány nem nagyon hozták összefüggésbe, inkább a gazdaság élénkítés volt az érdekes. Tehát az, hogy leáll a fél ország, hogy nagyon nehezen hozták meg ezt a franciák, ezt a döntést. Végig lehetett tudni, hogy hány főnél milyen szakaszba lép majd a járványvédelmi intézkedés sorozat, úgyhogy amikor pedig leállították az országot és kijárási korlátozásokat vezettek be, az nagyon hirtelenül történt. Leállt a fél gazdaság, és az állam óriási terheket vállalt el, amikor körülbelül 15 ezer munkavállalónak, akik a versenyszférában dolgoznak, a fizetésének a 80%-át állja az állam, pontosan azért, hogy a kis és középvállalkozások ne menjenek tönkre. De ugyanígy támogatja azokat a nagy multinacionális vállalatokat, akiknek pedig a világpiacon van jelentős szerepe. Tehát egy hihetetlen erős kiadás tömeg indul meg a költségvetésből, hogy mérsékeljék azokat a károkat, ami a gazdaság leállásával bekövetkezett. Hát, hogy az egész világon erről beszélünk, egy óriási recesszió jön majd be, úgyhogy ez egy izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet újraindítani majd a turizmust, amiből Franciaországnak kiemelkedő bevételei vannak, a GDP bevételeinek a legnagyobb részét a turizmus adja, legfrekventáltabb terület Franciaország, de hogyan fognak tudni majd visszatérni a vírus által, a járványügyi intézkedések által leginkább sújtott szektorok, mint a vendéglátóipar, leálltak ugye a nagy összeszerelőgyárak, de leálltak a csomagküldőszolgáltatóktól kezdve szinte mindenki. Az oktatás ugye az egy ilyen nagy előremutató kérdése mindig ilyenkor egy-egy gazdaságnak, főleg ha fel kell ébreszteni a gazdaságot, hogy jó munkaerőt hoz-e ki az oktatás, és az ugye a franciáknál is azért lehetett érzékelni, hogy minél előbb szerették volna újraindítani az oktatást. Hallani arról valamit egyébként, hogy ott akár az online oktatási rendszer, akár az alapoktatási rendszerek is megviselték, és ebben akár valamilyen fajta kormányzati segítséget kapott a szektor. Igen, ugye a kormány a közszolgálati televízióval átvállalt nagyon sok mindent, meg én magam néztem, a gyerekeim is nézték, rendkívül jó órákat tartottak a televízióban, de minden nap, és külön egy csatorna ment erre, ahol megtartották az órákat, nagyon jó volt a digitális oktatásra való átállás, tehát a különböző online felületen a távoktatás működött, és nyilván nem ez a legjobb megoldás, de itt is szépen vizsgázott a francia oktatási rendszer. Ugyanakkor a visszatéréssel voltak komoly kérdések, hogy biztonságos-e megnyitni az iskolákat. Úgy nyitották meg, hogy 15 fő alatt indították csak az osztályokat, és megfelelő védőszerszeresben, megfelelő távolságtartással, de a tanárok ezt is aggályosnak érezték, akkor egy óriási tanársztrájkot helyeztek kilátásba. Itt ugye nagyon fontos az államnál mindig minden lépésnél a szakszervezetekkel, illetve a civil társadalommal való egyeztetés. Itt például nagyon hamar engedett a kormány, hagyta kitolni, még a szülők választására bízta, hogy beviszik a gyerekeket, vagy nem, tehát egyfajta ügyeleti rendszert szerveztek meg, és ez valahogy egy kiegyezéshez vezetett. Hát én nagyon szépen köszönöm, Anita, hogy rendelkezésünkre állt. Szerintem ez egy izgalmas és érdekes időszak fog következni azért az Európai Unió egyik legnagyobb tagállamának az életében, és hát ez értemszerűen ilyen értemben nekünk is a figyelmünket fel kell, hogy hívja. Ön mit vár egyébként a következő időszaktól? Mi lesz a folytatás? Hát én azt gondolom, hogy Macron elnök most válaszúton áll,
hogy folytatja-e azokat a nagy reformokat, aminek a célja a gazdaságnak a liberalizálása volt, és a gazdasági növekedésnek a mindenáron való beindítása, ami pedig egy óriási átalakulással járt volna a szociális vívmányok hátrányára, nem mindent tudott befejezni. Ezek nem lesznek népszerű intézkedések. Viszont most elkezdődik az elnökválasztásokra való készülés, úgyhogy lehet, hogy ez a programjának a második felét tolja majd előtérbe, és ugye a szociális vívmányoknak a megerősítését, a munkavállalók jogainak a megerősítését tolja előtérbe. Nem lehet tudni, hogy az elnökválasztásra majd tovább folytatja azt a jobbratolódást, amit megkezdett, vagy utána nyúl a saját balközép szavazóinak, és kedvezményeket tesz, de szerintem az önkormányzati választások második fordulójáig, vagy közvetlen utána, de legalábbis a július 4-én nagy ünnepségekig meg fogjuk tudni, hogy melyik út lesz az, amin elindul Macron elnök. Nagyon szépen köszönöm Szűcs Anitának, Franciaország szakértőnek, hogy rendelkezésünkre áll, további szép napot kívánunk önnek.